az elsőfokú ítélet megállapította a büntetési felelősséget, bizonytalanul szabadságvesztést szabott ki, mellette pénzbüntetés továbbá két, Rúgaidőre felfüggesztett a korábbi szabadságvesztés végrehajtását is elrendelte, vagyonelkobzásról döntött, valamint a polgári ügyvédjéket egyéb törvényes útra utasította. Vagyis letöltendő börtönre és pénzbüntetésre ítélte a bíróság első fokon azt a jelenleg Debrecenben élő egyetemistát, aki 274 embert vert át az interneten. A törvényszék azonban hatályon kívül helyezte az ítéletet, mert a járásbíróság eljárási szabályokat sértett meg a tárgyalás során. A szekszárdi járásbíróság tárgyalja újra az ügyet. Az ügyészség a vádlottat üzletszerűen elkövetett csalásvédségével vádolja. Az előkészítő ülésen a nő újból elismerte bűnösségét. A nyomozásra esetben ismeri valomást tett el, ismerte, hogy valóban utaságot csinál, ezek megtörténtek. Ezt mondta a nyomozás során, ugye? Előbb van szó. Ez fenntartja ezt a nyomozatot. Tehát a büntetői felelősség vitatja egyébként. Tehát elismeri a bűnösségét, illetve mondja, hogy eltörte valóban ezt a 274 emberi csalást. Előbb tiszta. A jelenleg Debrecenben élő nő bútorokat, műszaki cikkeket, ruhákat és gyermekjátékokat kínált eladásra az interneten. Az átvertvevők előre átutalták a termékek árát a vádlott bankszámlájára. Ám a kifizetett termékek soha nem érkeztek meg hozzájuk, ugyanis azokkal valójában nem rendelkezett a nő. Az előkészítő ülésen kiderült, hogy a vádlott ellen egy ugyanilyen internetes csalás ügyében Székesfehérváron folyik egy másik tárgyalás is tavaly november óta. A nő mentális problémákra hivatkozik, azt állítja egy pszichiáter vizsgálatára hivatkozva, hogy többek között bipoláris személyiségzavarban szenved és jelenleg is kezelés alatt áll. A szekszárdi járásbíróság a Székesfehérvári bírósághoz hasonlóan elmeorvosi szakértőt kért fel annak kivizsgálására, hogy valóban vannak-e mentális problémái a vádlottnak, és azoknak van-e közük az internetes csalásokhoz.